Gyurkó Miklósnak hívnak. Szeretnék néhány szóba bizonyságot tenni, hogy hogyan vezetett Isten ebben az évben át a nehéz próbákon át, ugyanis december 30-ától volt egy súlyos gyomorvérzésem, utána volt két operációm, sajnos amelyik elég sajnosul végződött, elég nem jól sikerült az operáció, nagyon sokáig kellett szenvednem, nagyon nagy fájdalmai voltak. Nem akarok senkit vele hibáztolni, de nem is ez a lényeg, hanem arról szeretnék egy pár szót szólani, hogy hogyan tapasztaltam meg az én megváltó Istenemnek a közelségét, a vezetését. Amikor szinte emberileg minden remény veszve volt, amikor bevittek először is a kórházba, és egyedül ő bele tudtam kapaszkodni, mert az igén keresztül megerősített akkor reggel is, hogy ő velem lesz és meggyógyít, és ez nekem nagy erőt adott. És nem tudom pontosan az ige helyeket, nem jegyeztem meg, de nagyon sok próba volt az életemben, de ennyire közel az Úr Jézust még soha nem éreztem magamhoz, mint ezekben a napokban, hónapokban. És szeretném elmondani, hogy nagyon sokszor az én megváltom közel léte, jelenléte az életemben szinte észrevétlenné tette a szenvedést, a fájdalmakat, még plusz ami öröm volt az ürömben, hogy tudtam bizonyságot tenni ott a betegek előtt, vigasztolni őket. Nagyon szomorú volt látni azokat, akik Isten nélkül élnek, és reménytelenül vérgődtek az ágyon, feküdtek a betegségen, a bajban, és nem volt kihez forduljanak, kihez nyúljanak. Nagyon sokan elfogadták a bizonyságtevést az Úr Jézus Krisztusról, ugyanis elmondtam, hogy hogyan lehet megtalálni, hogyan lehet közelíteni a megváltóhoz. Meg tudtam mutatni nekik az utat, aminek én nagyon örülök, és hálás vagyok Istennek, hogy a beteg ágyon is eszköz lehettem az ő kezébe, és segíthettem a nyomorúságban levő embereknek, könnyíthettem a helyzeteken azzal, hogy reményt kaptak Istentől. Voltak, akik nem fogadták, ilyen kinevettek, sajnálom, imádkoztam és imádkozok az ilyen emberekért is, mert az én számomra ez nagyon fontos. Nem csak a saját problémámmal szeretek foglalkozni, vagy arról beszélni, mert az én életemben is nagyon sok negatívum volt, aminek többnyire én voltam az okozója, de sokkal jobban szeretek beszélni arról, amikor tudok segíteni embereken, akik vérgődnek, akik szenvednek, akiknek reménytelen az életek. Hálás vagyok azokért a testvérekért, akik úgy anyagilag, mint lelkileg támogattak, azoknak az ima közösségeknek, akik imádkoztak életem egész télen, a nehéz időben. Hálás vagyok Zoltán testvéremnek is, Szabónak, hogy annyi sok igével támogatott. És ebből is erőt tudtam a beteg ágyon meríteni, és ezt az erőt tudtam továbbadni. Kiváltképp most a második operációm után olyan emberekkel találkoztam, akiket valóban műtei előtt voltak, és a félelemtől le kellett, hogy az orvosok fogjanak, mert nem mért menni, annyira félt az operálástól, és amikor elmondtam neki, hogy nekem semmi félelem nincs, mert én következtem ő utána, mert nekem reménységem van és bizalom az én megváltomba, és fogok érte imádkozni, és ő is, míg megy a műtőbe fele, meg a műtőn, míg magánál lesz, addig imádkozzon az Úr Jézushoz, mert ő az áldott orvos, egyedül ő tud rajtunk segíteni,
tud könyörülni. Én nagyon hálás vagyok, hogy ezekben a hosszú téli éjszakákban, napokban soha nem volt halál félélmem, mert reménységem és bizodalmam van az Úr Jézusban, és nem foglalkoztat az, hogyha el kell erről a földre költöznöm, hogyha magához hív az Atya, mert tudom, hogy megyek haza az atyai házhoz, nincs halál félelme, nincsen mit sajnálnom, mert örömmel tudom elmondani, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, őt kövessük. Ez egy külön kegyelem, ezt tudom, hogy nem a mi érdemünk, sem nem a mi okosságunk, hanem ez mind az Isten kegyelme, és én nem tudok elég hálát adni azért, hogy egykor lehajolt én értem is az Úr Jézus. Örülök, hogy nap mint nap láthatom a keresztet, ami itt van a fejem felett, ami emlékeztet arra, hogy mi nagy dolgot cselekedett érettem is a Golgotán az Úr Jézus. És azt szeretném elmondani, és arra szeretném kérni úgy a hívő testvéreket, mint akik még nem ismerik a megváltót, hogy lássuk az utóbbi időkbe, hogy mennyire közeledik a vég, hogy Isten minden teljesít befele minden ígéretét, ami meg van írva a Bibliába, és jönnek elfele a nyomorult, nehéz próbák, napok. Én arra szeretném kérni azokat, akik fogják ezt hallani, vagy olvasni ezt a bizonyságtételt, hogy vegyük komolyan azt a drága kegyelmet, amit felkínált az Úr, és felkínál azoknak is, akik már megkapták ezt az üdvözítő kegyelmet, hogy ne vegyük ezt a szolgálatot félváról, hanem teljes erőnkből azon legyünk, hogy épüljön a mennyek országa, hogy minél többen tudják megismerni az üdvözítőt, a megváltót, a drága orvosunkot, aki meg tud bennünket, és mindez idáig megmentett ebben a vírusos állapotban is, itt ezen a kis Gausen földjén, ami élünk Kárpátalján. Dicsőség ezért néki, hogy valóban tenyerein hordoz bennünk, és befedezett mindenféle csapás, jégvere és mindenféle idő ellen megvédett bennünket, és elkezdhettük az aratást is. Dicsőítem ezért, magasztalom és imádom az Urat, hogy ilyen nagy kegyelmi, hosszú tűrő még akkor is, amikor én hűtlen vagyok, vagy figyelmetlen vagyok vele szembe. Én köszönöm ezt a lehetőséget is, hogy ezt elmondhattam röviden, ami történt, és nem félek semmiféle próbától, mert ő megígérte, nap mint nap ígéri az ő igényébe, hogy velünk van, velünk lesz, és megsegít a nehéz időkben. És én hiszem, hogy ezek a nehéz napok, ezek a nehéz hónapok, próbák, ez mind az én javamot szolgált abban, hogy megerősített, még jobban közelebb vitt a megváltóhoz, az én mennyei atyámhoz, és nap mint nap örvendezhetek az ő igéjében, nap mint nap ad örömet az én életemben, még ha munkálkodni is kell, vagy nehéz napok vagynak, de én hálás vagyok a mindenható Istennek azért, hogy eszköz lehetek az ő kezébe, és hiszem, hogy míg ad erőt, fogom tudni őtet szolgálni, és fogok tudni munkálkodni az ő dicsőségére. Amen.